Az első influencerek következő vendége Kondor Katalin. Alapvető beszédhibákkal és szinte javíthatatlan beszédmodorral nem lehet, nem dolgozhatna valaki a rádióban, szerintem. Ez olyan, hogy én se megyek el balettáncosnak, mert nem tudom az orromig felemelni a lábomat. És ez egy olyan követelmény a balettáncosoknál, ahol 112-szer kell lemenni spárgába, és a fejed mögé teszed a lábodat. Ezekkel a hangokkal nem tudom, hogy miért romlott el ennyire, de még egyet hozzátennék, hogy a legnagyobb baj, mert egy hang lehet, egérke hang is nem fog használni a renoméjának, mert a csúnya hang az csúnya hang, nincs mese. Az életben elmegy, a rádióban ne legyen. De az, hogy rengetegszer hallok olyan, éppen hogy hírolvasókat, hogy máshová teszi a hangsúlyt, ez a magyar nyelvben nagyon fontos, hogy hová teszed a hangsúlyt, abban a pillanatban megváltozik a mondat értelme. És ma is tele van ilyen, hogy úgy mondjam, hírolvasókkal a szakma. Én nagyon, nagyon izgulós típus vagyok, illetve voltam. A rádiózás azért is volt nekem jó, mert ott szoktam le az izgulásról. Tényleg majd belehaltam, és megláttam magam életemben először a képernyőn, és mondtam, hogy én leugrok a Lánchídról, hát ezt nem lehet elviselni. Egyrészt halálosan randának láttam magam, teljesen idegennek, idétlennek, amit fel tudsz sorolni negatívum, az mindent. Kicsit kritikus vagy magaddal, nem? Hát, de én így éreztem. És ez nagyon rossz volt. De az nem volt elég visszacsatolásnak, hogy téged oda elhívtak, és egyszer csak az egyik legfontosabb műsornak a műsorvezetését rád bízták? Nem szoktam ilyen visszacsatolásokat önmagamban elvégezni, ez tudom, hogy nagy baj, de már késő. Úgyhogy már ezen nem tudunk változtatni, és beleszoktam valahogyan. Emlékszem olyan jópofa jelenetekre, hogy ugye olyan a rádióban nincsen, ott a magad ura van, ott van a válladon a magnó, mész, és akkor senki se mondja az embernek, beleültem ott egy fotelbe, és így jól esett lekönyökölni. És akkor szóltak, hogy kikönyököltél a képből. Honnan könyököltem ki, meg merről, na onnantól kezdve aztán meg sem mertem mozdulni egy jó pár hétig, ilyen karót nyelt. Volt is egy paródia, egy nagyon helyes színésznő parodizált engem, mindenkit, aki szóval mindenki kapott egy ilyen kis jelenetet, aki akkor műsorvezető volt, Hajdú is, ugye a hajlongásával, meg neki minden. Neki volt a nyaksála, úgy emlékszem, ugye? Igen, és mindig meghajolt a műsor végén. Ez sok idős hölgynek egyébként nagyon tetszett, és akkor engem azt hiszem a Dzsupini Bolya utánozott rendkívül jól, mert teljesen jól érzékeltette azt a kezdeti tökéletes betolt állapotot, amiben én ott voltam. És hát ez egy olyan fél év alatt leküzdődött. Örökre egyébként. De nagyon nehéz volt. Mi volt a titka a Krudinák féle panorámának? És most én nem csak a romániai forradalom környéket, nem csak a Tőkés László dologról beszélek, hogy általában ami odáig fejezet. Vezetett, hiszen az egy tényleg egy külön történet. Ezt nem tudom megmondani, de tippelni tudok, lehet, hogy nem lesz igaz. Egy, ugye Szovjetunióban tanult Moszkvában, és ott rendkívül jó volt a nyelvtanítás, ezt később nagyon sok ismerősöm elmondta, aki szintén ott végzett, tehát ez már eleve egy szerencsés faktor volt. Maga az, hogy annak idején kevesen voltak olyanok, akik mondjuk arab nyelvet választottak volna, mert hát lássuk be, hogy nekünk, mint ifjaknak akkor a nyugat volt az embereknek, a fiataloknak a mindene, tehát angolul, franciául, ottentottául, mit tudom, ami elegánsabb volt megtanulni, és Krulinák, azt én nem tudom, mi nagyon jobban voltunk, de ilyet kérdést soha nem tettem fel neki, hogy miért az arabot választotta, és megtanult remekül. Ehhez hozzájárult, hogy nyilván nagyon sokat foglalkozott a arab kultúrával egyáltalán, és akkor jött a világban egy olyan helyzet, hogy az arabok elkezdtek fontosak lenni. Tehát ugye emlékszünk Kadhafi ügyekre, meg mindenfélékre, és az, hogy olyan mélyen tehetsége volt hozzá, hogy megismerje azt a világot, hogy ettől, akit nem érdekelt annyira a világpolitika, annak is van belső érzése. És az emberek szerintem, amikor hallgatják a rádiót, vagy nézik a televíziót, vagy akár csak egy újságíróval beszélgetnek, lejön. Tehát nem, ilyen kicsit ezoterikus módon lejön, hogy
ennek van hatása. És a Krudinák ezt tudta megcsinálni a képernyőn, hogy az ő belső tudása, tehát az az alaposság, amivel ő fölkészült erre a szakmára, az nagyon-nagyon hatott az emberekre. És akkor a televízió rátett még néhány lapáttal, mert ugye amikor látod, hogy valaki valóságban is bent van egy helyi háború kellős közepében, és ott mindenki szóvá áll vele, hát az nem úgy van, hogy kiküldöm a televízióból gipszjakabot, és akkor ő egyből oda beáll a háború kellős közepébe, ahhoz egy hatalmas tudás kellett. Ő szerintem a szakma zsenie volt. Premierek minden csütörtökön. A műsorok legjobb pillanatai a Spektrum YouTube csatornáján, a teljes beszélgetések az AMC Mikron. Töltse le az applikációt!